Vasárnap még a BL győzelmet ünnepelte Sirián Szederke, az Audi Etó-KC játékosa, ma azonban már egész más területen kellett helytállnia. Keddi megpróbáltatásként a matematika érettségi állt előtte. Társaival ellentétben neki össze kellett egyeztetnie a tanulást a sporttal. Amióta a felnőtt csapathoz felkerültem, azóta nem tudok bejárni annyira az iskolába, így a matekot inkább magam próbáltam megtanulni, vagy az osztálytársaim segítségével. Hát úgy érzem, hogy annyira nem sikerült rosszul, de nem is lett olyan jó, tehát egy ilyen 4-esben azért bízok. A Kazinczy Ferenc Gimnázium végzős diákjai között van Kaut Kristóf is, a Graboplast Győri VSE Kenusa is, aki szintén épp csak visszaért az érettségire. Volt éppen egy versenyem közvetlenül az érettségi előtt, ezért hétfő hajnal 2-kor értem haza, és ugye reggel már az érettségi volt, de azt sikerült jól megoldanom, sokat gyakoroltam. A matematika feladat sor két részből állt, a diákoknak az első lappal nem is volt problémájuk, a második oldal azonban sokaknak okozott fejfájást. Kevés volt benne az ilyen könnyű kiút, úgyhogy muszáj volt a valószínűség számítási feladatokat és a koordinátageometriát is megcsinálni. Hát szerintem nehéz volt nagyon, de reménykedek, hogy jól sikerült. A szaktanár véleménye alapján az idei feladat sor érdekes volt. Sok mindenre kitért, ez okozhatott gondot a diákoknak. Olyan iskolákban, ahol nem ezzel volt a fő hangsúly, hogy tovább tanuljanak és érettségre készüljenek, ott beletörített a bicskája tanulóknak egy-egy feladatba. Ugye a megoldásokban viszonylag rövidek voltak, ugye megint az a hátulütője, hogy valaki vagy tudja, vagy nem tudja. Aki tudja, az leírja 3-4 sorban, aki nem tudja, az meg rögtön az elején belebukhat. Az érettségi tovább folytatódik. Szerdán reggel a történelem feladatsorral kell majd megküzdeniük a diákoknak.